Üdvözlet mindenkinek, ezúttal nem tudtam ellenállni ennek az interjúnak, illetve ez egy rövid részlet egy interjúból, amelyet Miló Viktóriával készített a TV2, hogyha jól látom, ahol ő felvett néhány kérdést, minthogyha nem tudná a választ, így gondoltam, én kisegítem őt is, illetve azokat, akik hasonló dilemmával küzdenek, mielőtt ennek nekivágnánk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Mielőtt elkezdenénk ezt a videót, illetve ezt a választ, amit én így közben kigondoltam, annyit megjegyeznék, hogy Miló Viktória egyáltalán nem egy átlagos ember vagy nő ez esetben, hiszen 7 évesen kickboxolt, aztán kungfura tért át, 11-szeres all-style, karata 2-szeres kungfu világbajnok, 97 óta amatőr ökölvívó, Európa bajnoki 3. helyet szerzett, 4-szeres magyar bajnok, 2002. januárjában profi lett, 2003-ban légsúlyú világbajnoki címet szerzett, mindemellett testnevelési egyetemet végzett, illetve földrajz testnevelési tanári végzettsége is van. 45 éves, hogyha jól számolom. Legalábbis lesz hamarosan. Úgyhogy egy olyan emberről van szó, aki sikeres volt mindenben, amivel belekezdett, ami azt feltételezi, hogy számos olyan kvalitással rendelkezik, amivel az átlagember nem és soha nem is fog, és csak álmodik erről. Mindemellett intelligens, hisz elvégzett egy főiskolát, egyetemet, és én, aki tanulmányaimat ugyanezen intézményekben végeztem, pontosan tudom, hogy mi az, amit ez megkíván az embertől, az pedig, amit sportban elért, el tudom képzelni, hogy mennyi erőfeszítés, illetve lemondással jár. Ezt csak azért szerettem volna hozzátenni itt az elején, hogy én nem akarom egyáltalán bántani őt, vagy azokat, akik hasonló helyzetben vannak, de kialakul egy minta ebben az idézőjelbe vett modern társadalomban, amiről én már beszéltem számos videóban, korábban, a nőkkel kapcsolatban különösen, amit lehetetlen elkerülni, és komoly problémákat, illetve következményeket kell majd leküzdeni, illetve elviselni azoknak a hölgyeknek, akik ezt az utat választják, amit ő is, meg amit az átlag egyébként manapság választ. Abban, amit mond ebben az interjúban, igaza van, különösen ami az elejét illeti, nézzük ezért hát meg, hogy mi is az, amiről szó van. Én azt gondolom, hogy senki nem akar a mai világban felelősséget vállalni, cseréljük a partnereinket, mint a telefonunkat, tehát fölgyorsult ez a világ, és mindenki csak saját magában van elfoglalva, és az érzelmek, én azt gondolom, hogy háttérbe kerültek. Cseréljük a partnereinket, mint a telefonunkat. Az első óriási nagy probléma, amellyel minden nőnek szembe kell majd néznie, legalábbis aki főiskolára, illetve egyetemre járt, és azt az életmódot folytatta, amit ott általában az emberek, legalábbis aminek én szemtanúja voltam, hogy az nem múlik el következmények nélkül, ami ott történik. Lehetősége lett volna mindenkinek arra, akkor és ott, mikor a legjobb fizikális formában van, illetve a legtöbb figyelmet kapja az ellenkező nemtől, nők esetében, ugye 18-tól nagyjából 25 éves korig, hogy kiválassza a megfelelő partnert, akivel azonos érdeklődési körű, elszántságú, intellektusú, hisz ott van azon a főiskolán. Ehelyett, amit csinálnak, az pontosan az, amiről ő beszél, hogy váltogatjuk a partnerünket, és felelőtlenül csináljuk az őrületet, mint ahogy a többség azt teszi. Most ő fogalmazott így, szóval ő rajta kell számon kérni, hogy vajon mi is az, ami történt, de ez lett volna az első és a legnagyobb lehetősége a hölgyeknek, hogy kiválasszák a megfelelő partnert, és elkezdjenek egy életet közösen azzal a férfival felépíteni valamit, ami nagyszerű egy életen át. A lehetőségük ezek után csak csökkenni fog, és ezt nem én találtam ki. Ez a diagram az OkCupid weboldalról származik, ami mutatja azt, hogy alul láthatjuk a férfi-nő életkorát, a piros pedig a nőknek, kék a férfiak népszerűségét hivatott demonstrálni, ugye az ellenkező nem mennyire fogadná el ezt az életkorú szemét. 18 évestől kezdődik értelemszerűen, és aztán halad egészen itt 48-ig ábrázolják. Hogyha csak a 18-at nézzük, akkor azonnal szembetűnő az, amit mondtam az előtt.
18-tól 25 éves korig a nők utcahosszal vezetnek. Ez az évfolyam, ezek az évfolyamok azok, amik a legkívánatosabbak a férfi számára. Ami azt jelenteni, hogy egy nő, aki tudja ezeket az adatokat, és tudatosan készül a jövőjére, ebben az időszakban igyekszik megtalálni számára a megfelelő partnert, hisz ekkor ő a legkívánatosabb. A másik dolog, ami megdöbbentő, kell, hogy legyen mindenki számára, hogy 25-26 éves korban egy törés következik be a népszerűségben, és a férfi átveszi a vezetést, onnantól kezdve mindvégig ez így is marad. És a nő 25 éves kor után, ami a népszerűséget tekinti, egy zuhanó repülésbe kezd. Nyilván vannak faktorok, amik ehhez hozzájárulnak, illetve rontják ezt. Az egyik ezek közül a felelőtlen párkapcsolati múlt, a másik pedig esetlegesen az egyedülálló szülőként nevelt gyereknőknél. Megnézzük, hogy a cikk szerzője milyen következtetést vont le ebből, akkor elmondom azt is. Ezeket a számításokat az alábbi táblázatban végeztem, elmondja, és láthatjuk, hogy 26 éves korukig a nőknek több követőjük van, vagy idézőjelbe üldözőjük, mint a férfiaknak, de ezt követően egy férfi sokkal több potenciális randevúzásra számíthat, mint egy azonos korú nő. A grafikon külső szélén a férfiak mintegy kétszer annyi, illetve kétszer akkora népszerűségnek örvendenek, mint a nők. Nyilván itt már minimális ez, de még mindig a férfiaknál kétszer akkora, hiszen minél kevesebb, annál nagyobb ez az arány. Itt tehát a válasz egyszerű, mikor ezek az állítólagos partnercserék történtek, ami felelőtlenség, ugye most visszatekintve, ahogy ő fogalmaz, akkor kellett volna gondolkozni előre, és én nem akarok pálcát törni senki feje fölött, én tudom pontosan, hogy mit csinálunk, amikor az ember fiatal, hogy mit csináltam én, ha jó elmegy, később bánat ebb gondolat. In China, if you're a woman, single and over 30, you are called 剩女, which means leftover woman in Mandarin. In Cantonese, you are called 老袋长, 麦精姐, and 十座辣, which means orange at the bottom of the basket, the sugar cane that didn't get sold, and the thing used for filling the gap of the stove. But if you're a man, single and over 30, you are called 钻石王老五, which means a diamond bachelor in Mandarin. In Cantonese, you are called 损盆, which means quality real estate. De még vannak emberek, akik ez előtt vannak, akik nők különösen, akik most 16-17 évesek mennének főiskolára, csinálnák ugyanazt az őrületet, amit az előző generációk, de még ez elkerülhető, sőt, ha van, aki fiatalabb, még előre is gondolkozhat jóval, hogy esetleg valamilyen más pályát válasszon magának, ami sokkal célravezetőbb lenne, mint ez. Ez úgy értem, hogy a nappali főiskola vagy az egyetem. És itt láthatjuk azt, hogy egy olyan sikeres, intelligens ember, mint Victoria, ő is ezzel a problémával küzd, szóval mire számíthat egy átlagos ember, aki 40, átlagos nő, aki 45 éves korára már réges-rég túl van azon a fitnessen, ami bárkinek a szemét is lekötné egy pillanatig is. Nézzük meg még egyszer akkor ezek tükrében a weboldal adatait, ez az OkCupid, ugye ezt a grafikont, amit megmutattam az előbb, ha 45 éves vesszük, mondjuk az ő esetében, akkor mindössze az embereknek a 10%-át érdekli. Egy 45 éves, és ez nem azt jelenti, hogy ő értéktelen, vagy ő innentől kezdve egy nulla, és neki vége. Ez pusztán azt mutatja, ez a grafikon, hogy mennyire idézőjelbe vett, kívánatos, mennyire keresett az a korosztály az ellenkező nem szemében, illetve elgondolása alapján. Nem az ember értékéről van szó erkölcsileg vagy morálisan, pusztán, hogy mennyi, amikor egy férfi gondolkozik azon, hogy jó, milyen nőt is képzelek el magamnak, férfiak a 10%-a keres 45 éves nő. De ha megnézzük a következő konklúziót, amit láthatunk itt ebben a cikkben, egy nő kívánatossága 21 évesen tetőzik. Ami ironikus módon az az életkor, amikor a férfiak éppen elkezdik elsőségüket, vagyis az átlagosnál kívánatosabbá válnak. A nő 21 éves korban tetőzik, ezért mondom azt, hogy a főiskola, így van kitalálva a világ, nekem meggyőződésem, hogy a legjobb éveit pazarolja el a nő erre az őrületre, ami megy a főiskolákon, meg az egyetemeken, amikor kiválaszthatná, mikor a legjobb pozícióban lenne, vagy a legmegfelelőbb, és a számára legjobb, legsikeresebbet kiválaszza, hisz akkor a legvonzóbb.
Nyilván nem azt mondom, hogy csak az az egyetlen erénye a nőnek, amit egy férfi keres, hogy hogy néz ki, de mindenki szerintem tisztában van azzal, hogy ez egy igen fontos dolog, amikor egy férfi párt keres magának, hogy hogy néz ki az a személy. Mellesleg az életkor nem csak azt jelenti, hogy valaki a legjobb fitness, fizikális állapotban van, hanem azt is jelenti, hogy a legtermékenyebb, szóval a legnagyobb valószínűsége, hogy egyáltalán utódokat tud nemzeni, ami fontos a családalapításnál. Nagyon ritka az, hogy egy férfi úgy akar házasságot kötni, különösen ma, hogy nem akar gyereket. Minek is kötne házasságot, mikor mindent megkap azon kívül is, amit csak akar. A harmadik dolog, ami szintén nem elhanyagolható, és erre tért ki ő, ugye azzal, hogy váltogatja a partnerét a nő, vagy az emberek, igazából mindenki, hogy a legtisztább is, mikor fiatalabb az ember, hisz annál kevesebb ilyen jellegű élménye volt szexuális, úgy értem, vagy párkapcsolati élménye. És ez mind a három igen fontos, amikor egy férfi partner keres, hogy mennyire termékeny az a nő, mennyire tiszta, illetve mennyire fit. De hogy visszatérjünk ehhez a cikkhez, ezt a szaggatott vonalat, ami ugye ott van, majd a következő meglátjuk, egy nő, 30 éves nő már túl van a csúcson, míg a férfi csak 36 évesen jut el oda. 31 évesen a nő már gyakorlatilag befejezte ezt a pályafutását, a férfi majd csak 36 éves korára jut el oda. Csúcs olyan értelemben, hogy mennyire kívánatos a másik nem szemében. Mint partner, nem szexualitásról van szó elsősorban, partner, ugye ezek randi oldalak, szóval partnert keresnek az emberek. 26 éves kortól kezd el növekedni a férfiaknak a választási lehetősége, ami a partnereket illeti, vagy legalábbis ebben az esetben, ami a közös megjelöléseket, ugye mivel randi oldalról van szó, azonban 26 éves kor előtt nem is tudnak labdába rúgni, hiszen nők annyira népszerűek, gyakorlatilag mindenki ezt a korosztályt keresi 18-tól 25-26 éves korig nők esetében. Utána viszont megfordul ez a diagram. Statisztikailag tehát kijelenthetjük ez medium.com, hogy egy nőnek a kívánatossága, mint partner 21 éves korában van a csúcson. Úgyhogy én bízom abban, hogy valaki, aki hallgatja ezt, az megfogadja a tanácsod, és gondolkodik tudatosan ezen a családtervezés dolgon, illetve párválasztáson, és megérti azt, hogy 18 éves kortól már az ember választhat magának partnert, 21 éves korban éri el a nő a csúcspontját, ekkor tudná kiválasztani, hogyha feltételezzük azt, hogy megtartja magát egészségesnek, fitnek, illetve intelligensnek, és ráadásul még nyilván egyéb kvalitásokkal is rendelkezik, kiválaszthatná egy nő gyakorlatilag bármelyik idézőjelbe vett kasztjából a társadalomnak azt a férfit, amelyiket csak akarja, hiszen ezek a férfiak ebben a korcsoportban keresgélnek, meg nagyjából majd, hogy nem csak mindenki erre vágyna. Én segíteni szeretnék azzal, hogy ne essen bele ebbe a hibába, mint amiről beszél Miló Viktória ebben a rövid interjúban, a nőknek a nagy többsége, aki így is úgy is belefog, mert az őrültséget választja fiatalon az ember, persze, de aztán később sajnos fizetnünk kell ezekért az ostobaságokért, mint ahogy ő is azt most találja. Még mielőtt rátérjünk erre a következő gondolatra, most tényleg utoljára itt van egy másik diagram, ami mutatja azt, hogy 30 éves korúval kirandizna szívesen. Szóval ki az, aki elfogadna egy 30 éves korút? És láthatjuk, hogy a kék azok a nők, akik férfiakat keresnek, a piros pedig a férfi, aki nőt keres. Ami egyértelmű, hogy egy nő sokkal inkább elfogad egy 30 éves, mint a férfi. Nézze meg mindenki ezt a metszetet és az a fölötti részt, hogy mekkora hatalmas a különbség abban, hogy a férfiak, illetve a nők mennyire keresik ezt a korosztályt. A 30 évest ez esetben. Ha haladunk tovább, akkor egy ennél talán még súlyosabb probléma az, amiről beszél Miló Viktória ebben az interjúban, és ezúttal viszont már egy óriás tévképzet is kialakult az ő fejében, és szerintem ez az, ami van a hölgyek fejében is. Nem azért mondom ezt, hogy mert ő nem értheti, vagy ostoba, mert egyáltalán nem erről van szó, hanem szerintem a társadalom, illetve a propaganda üzenet, ami a médiából, a filmekből, illetve a hírekből érkezik, az elhomályosítja az emberek ítélőképességét. De nézzük, hogy mi az, amit mond. Azt mondják, hogy azért nincs senki, mert boxoló vagyok, nem azért nincs senki, hanem én azt gondolom, azért nincs senki, mert boldogban határozott vagyok,
én eltartom saját magamat, nem szorulok senkire rá, és nagyon az a kevés az a férfi, aki velem lépést tud tartani, és aki igazából férfinak érezheti magát mellettem, mert azt gondolom, hogy a férfiak jobban szeretik az elesett nőt, akit föl kell húzni a padlóról, ez nem én vagyok. Nekem egy olyan férfi, aki mellett szárnyalhatok, és nem féltékeny a sikereimre, nem féltékeny a munkámra, és hát ilyen férfit sajnos nem találok. Tegyük hozzá azt, ha már itt vagyunk a végén. És nem féltékeny a sikereimre, nem féltékeny a munkámra, és hát ilyen férfit sajnos nem találok. Ilyen férfit sajnos nem találok. Most ezt a részt mindenképp most itt végezzük ki. 45 éves, főiskolára, egyetemre járt. Az azt jelenti, hogy benne van ebben az életben 25 éve. 25 év alatt nem talált egyetlen férfit sem, aki hajlandó lett volna elfogadni ezt a fajta természetet, amiről ő beszél, hogy neki van. És nem arról van szó, hogy én azt hiszem, hogy én tökéletes vagyok, hisz ez evidens, hogy nem így van. Meg ha valaki nem látja a fantáziát abban, amit mondok, hé, nekem az is jó. Én csak azt szeretném, hogyha lenne egy vélemény, ami alternatívát nyújt azok számára, akik csak ezt a propagandát hallják mindenhol. Ha valaki 25 év alatt nem talál egy embert, aki számára megfelelő, el kell gondolkoznia azon, hogy a probléma nem mindenkivel van, hanem velem, mint ahogy én is ezt tettem. 2 évvel vagyok fiatalabb, mint ő, én is egyedülálló vagyok. De én nem a világban látom a problémát abban, hogy ilyenek a nők, vagy olyanok a nők, hanem vállalok felelősséget azért, hogy ilyen helyzetben vagyok, mint ahogy mindenkinek tennie kellene, és rájönni arra, hogy ő maga a közös nevező ezekben. Nem mindenki más megy szembe a forgalommal, hanem sajnos ő az, aki rossz irányba halad. De térjünk vissza az elejére ennek a gondolatnak, amit megkezdett itt így másodszorban is, nézzük meg az állításait, aztán próbáljuk meg ezekre valamilyen választ találni. Én miért azt mondják, hogy azért nincs senki, mert boxoló vagyok, nem azért nincs senki, hanem én azt gondolom, azért nincs senki, mert boldogtan határozott nő vagyok, én eltartom saját magamat, nem szorulok senkire rá, és nagyon az a... Rengeteg dolog elhangzott, szóval az egyik az, hogy nagyon határozott nő vagyok, ez az egyik. Mit jelent az, hogy határozott? Vajon ez egy olyan tulajdonság, amit egy férfi értékel? Mert én biztos vagyok benne, hogy lehet olyan aspektusa, hogy egy férfi értékeli azt, hogy egy nő határozott. Azonban ez nem az, amit egy férfi keres. A másik, amit mond, az sokkal problematikusabb. Az, hogy nem szorulok rá senkire, illetve el tudom tartani önmagam. Nézd, ha ez a helyzet, akkor tessék, akkor csináld egyedül. Így van ezzel a férfiaknak a többsége. Ha rám nincs itt, egy férfi azt szereti, ha szükség van rá. Kérdezze meg bárki, a ismerős férfit, aki a környezetében él. Ki az a férfi, aki szeret ott lenni valahol, ahol nincs szükség rá? Ahol nem értékelik azt, hogy ott van? Hogy egyszerűen csak minek legyek ott, mert megtűrnek? Vagy azért, mert olyan értelemben eltűr, hogy semmi hasznom, csak ott legyek? Egy férfi probléma megoldása született. Arra, hogy legyen egy családja, akit eltart, akiért felelősséget vállalhat, és így kiteljesedhet és felnőhet egy nő mellett. De ha nincs rám szükség, akkor nem leszek ott. Minek azért, hogy PlayStation ezek egész nap, vagy kísérgesselek ide-oda, vagy fizessek a vacsorákért? Felejts el, mindenki, hölgyek, aki szeretne párt találni magának, azt a gondolatot, hogy nincs rád szükségem, csak szeretném, hogy itt legyél. Amint egy férfi ezt meghallja, egy igazi férfire gondolok, ami nyilván kihalóban van, de még van. Az a férfi, akire vágyik egy nő, aki férfi, és aki szeretne felelősséget vállalni, aki családot akar, aki el akarja azt tartani, az nem fog ott maradni, ahol nincs rá szükség, minek legyek ott, ahol nincs rám szükség, megyek oda, ahol szükség van rám. Egyáltalán nem vonzó az, hogyha valaki azt mondja egy nő, hogy ő független, el tudja tartani magát, és nincs szüksége férfira. Ezért van az, amiről ír a dailymail.co.uk weboldal, hogy a házassági ráta az csökkenőben van azért, mert gazdaságilag vonzó férfiaknak a száma eltűnőben van. És itt bekapcsolódik a következő gond, ami az, hogy Victoria a saját sikerének az áldozata lett. Nagyon ritka az, hogy egy férfi képes elérni azokat a sikereket, amiket ő elért ebben az országban.
De ő, és teljes joggal, ő tehát nem fog már annál a szintnél lejjebb menni, mint ahogy megnéztük azt a múltkor, a múltkori hosszabb videóban is. Nem is hibáztatom ezért, minek is adna le az élet színvonalából, ha már elért erre a magasságba, ahova ő elért. Mind a sikereit tekintve feltételezem, mind anyagilag. Ami abszolút megérdemelt. Csak a helyzet az, hogy a férfiaknak nagyon kis százaléka jut el arra a szintre, ahova ő eljutott a jelenlegi társadalomban, mint nő. És hogyha nem akar ez alá menni, mint ahogy nyilvánvalóan nem fog, akkor azzal jóval lecsökkenti a már amúgy is csökkenő halmazt, amiből válogathat, ráadásul nem is ő válogat, hanem a férfi az, aki válogat, hisz a férfi határozza meg, hogy ki az, akit feleségül vesz, nem pedig a nő. Ehhez adja hozzá mindenki azt, hogy minden egyes évvel, 25 év után, ami az ő életkorát illeti, csökken azoknak a férfiaknak a száma és mennyisége, akik nézegetnek egyáltalán abban az évfolyamban maguknak párt. 25-től 45-ig 20 év eltelt, mostanra 10% az. Szóval számos olyan probléma, ami a modern nőt érinti az ő életében, fellelhető, ami elkerülhetetlen lesz a többség számára. És az a címe ennek a cikknek, ami folytatja tovább, hogy gazdaságilag vonzó férfiaknak a száma csökken, mert a nők kénytelenek választani aközött, hogy egyedülállóak lesznek, vagy pedig kompromisszumot kötnek, és egy kevésbé sikeres partnert fognak választani maguknak. De attól tartok, hogy ritka az, hogy az utóbbiba tartozna egy nő, és inkább ezért hát kivár, úgy gondolja, hogy minél sikeresebb lesz, annál vonzóbb lesz a férfiak számára, elfelejtve azt, hogy a világ az nem egy Hugh Grant, Julia Roberts film. Nézzük tovább ezt a videót. Kevés az a férfi, aki velem lépést tud tartani. Igen, nem az a baj, hogy lépés, nyilván lépés sem tud tartani, hisz nem lesz mindenki csak egyszerűen világbajnok, meg Európa bajnok, meg akármi, mint ahogy ő. Szóval nyilván nem tud lépést tartani. Én ezt is megértem. Azonban van egy, mindazok a problémák, amiket felsoroltam az előbb, azok szerintem fennállnak. És aki igazából férfinak érezheti magát mellettem, mert azt gondolom, hogy a férfiak jobban szeretik az elesett nőt, akit föl kell húzni a padlóról, nem én vagyok. Igen, ez a másik baj, ez egy óriási probléma. A nő azt hiszi, hogy mint ahogy ő ezt demonstrálja itt most, ékes bizonyíték az, amit mond, ő azt hiszi, hogy a férfi ugyanazt tartja vonzónak egy nőben, amit ő egy férfiban. Ezért beszél úgy magáról, mint egy férfiról. Nem azt akarom mondani, hogy ő férfinak képzeli magát, értse meg mindenki, vagy hogy ő ostoba és nem érti ezt. Azt akarom mondani, hogy az elképzelés, ami a nők fejében él arról, hogy mit akar egy férfi, az torz és nem fedi a valóságot. Mindazok a sikerek, amiket ő elért, különösen azokban a disziplinákban, mint a sport, vagy kickbox, vagy kung fu, azok igényelnek egy olyan fajta hozzáállást, ami sajnálatos módon nem azonosítható egy feminin életformával, illetve személyiséggel. Egy férfi pedig egy nőies nőt keres, mint ahogy egy nő egy férfias férfit. Minél férfiasabb tulajdonságokkal ruházza fel magát a nő élete során, annál inkább csökkenti azt a mennyiségű férfit, amelyik még férfinak érzi magát mellette. Ebbe tökéletesen igaza van. Minél nőiesebbé válok én, egy nő, annál férfiasabb kell, hogy legyen, hogy vonzónak találjon engem, aki alapból férfiasabb, mint egy férfi. Érthető? Ugyanez a helyzet vele is. A kitartás, az elszántság, különösen küzdősportban az erő, küzdőszellem, azok mind azok a kvalitások, amelyek nélkülözhetetlenek a sikerhez. Most, ha ő sikeres volt ebben, de bármelyik nő, ha sikeres akar lenni, mint ebben a cikkben például, ezek az állítólagosan kifinomult, tehetős és mindemellett még ugye pimaszul, szemtelen hölgyek, akikről szó van itt, 40-55 évesek, szintén nem találnak maguknak partner. Tehát nem kell, hogy küzdősportoló legyen valaki, mint ahogy Victoria, elég, hogyha részt vesz abban a munkahelyi küzdelmekben, és ott lesz sikeres. Minél sikeresebb lesz, mint ahogy az előző cikk is egyértelműsíti, annál inkább kiszorítja magát abból a halmazból, amiből a férfiak válogatnak, hisz a férfi nem tud eltartani egy nőt, aki tehetősebb, mint ő. Szóval ott rá nincs szükség. Teljesen jól mondja ebben az interjúban Victoria, hogy
hogy neki nincs szüksége a férfire, ezért nincs is férfi mellette. Mindazok, amiket elmondott ő ott, fel kellene neki fogni, csak megnézni ezt a videót, leírni ezeket a dolgokat, ezek mind az oka annak, hogy nem talált az évek során magának férfit. És ha azt mondja, hogy jó, nekem nem is kell, akkor azt az okot kellene a legelső helyre tenni ezen a listán. Ugyanis ha nem kell valami, akkor nem fogod azt megkapni. Ebben a cikkben olvashatjuk, hogy egy randi tanácsadó azt mondja, hogy a 40-55 éves korosztályban egy férfira 7 nő jut. 7. A 40-55 éves korosztályban, ahol Victoria is versenyez most már. Gazdaságilag minél feljebb emelkedik ő ezen a listán, ő szeretne azon a szinten vagy fölötte találni magának partnert, aki viszont azon a szinten van vagy fölötte, egy 45 éves férfi, az nézegeti ugyanúgy a 25 éveseket, mint egy 25 éves férfi. És megvan a lehetősége rá, hisz ha valaki elér arra a szintre, ahol ő van, nézze meg mindenki azokat a férfiakat, akik vele egy idősek, azon a pályán, ahol ő mozog, hogy a feleségük hogy néz ki, vagy ha nem a feleségük, akkor a nők, akikkel járnak éppen a focistákat, vagy az üzletembereket, és akkor rá fog jönni, hogy az, amiről beszélek, az a gyakorlatban is úgy van. Akármilyen jól nézhet ki valaki, mint ebben a cikkben ez a négy hölgy, 40-től 55 éves korig, akkor is 40-től 55 éves korig lesz. Ha egy férfi szeretne magának családot, akkor ők egy az egybe ebből kiesnek. Nem azt jelenti, hogy ők értéktelenek, vagy eláshatják magukat, vagy akármi. Ezek csak a tények, amikkel érdemes szembenézni. És mivel ebben az interjúban Victoria felvetette ezeket a problémákat, én szerettem volna ezt megválaszolni. De nézzük tovább, hogy mi az, amit ő mond. Nem egy olyan férfit, aki mellett szárnyalhatok, és nem féltékeny a sikereimre, nem féltékeny a munkámra. Nem is féltékeny a férfi, nem is fél a férfi tőle, csak egyszerűen mindazok a dolgok, amiket elmondtam eddig, azok nem kívánatosak akkor, amikor egy férfi magának tartósan párt választ. Ideig, óráig elszórakozik bármelyik férfi, bármelyik korosztálya. A világban úgy értem. És én abszolút nem tartom helyesnek a házasságon kívüli akármilyen szexuális kapcsolatot, vagy párkapcsolatot, most tudván az igazságot, amit tudok. Ez persze nem így volt régen, és én nem is ítélem el se őt, senkit ezért, hogy azt csinálja, amit. Szóval, de én próbálok most világi szemmel gondolkodni. Egy férfi a világban nem 45 éves korosztályba keres magának partnereket, hogyha komoly kapcsolatot szeretne. Ha csak ő maga nem 65 éves. Ha ez is megfelelő neki, vagy annak a korosztálynak, ahol ő van, hé, ez még mindig egy lehetőség. És még egy dolog, amit szintén megtaláltam itt a femina.hu-n. Miloviki megbánta, hogy nem született gyermeke, nagy árat fizetett a sportsikerekért. Én nagyon sajnálom, hogy ebben a helyzetben találja magát, mint ahogy nagyon sokan találjuk magunkat hasonló helyzetben, hogy az ember egyedül marad, mikor eléri azt a kort, amit ő. Szóval én együtt tudok érezni ezzel, és nem azt akarom mondani, hogy ő megérdemli. Azt szeretném mondani, mindez az egész eddigi 28 perc azért volt, hogy azok a nők, akik még most előtte vannak ennek az egész traumának, ami a modern élet, más és jobb döntéseket tudjanak hozni. Az a 14, 15, 16, 17, 18 éves, 19, 20, 25 éves, aki még ez előtt van, az egész főiskolás, meg buli őrület, amikor az ember és a nő különösen tönkreteszi a jövőjét, a karrierválasztás, hogy majd ő erős, független nő lesz, és egyedül marad 45-50 éves korára, hogy milyen tulajdonságait fejleszti, hogy mennyire lesz férfias vagy nőies, milyen karriert választ, mi az, amiben az energiáját öli, hogy azok a nők tudjanak egy jobb döntést hozni. Illetve ő maga, hogyha át akarja gondolni az életét ezek tükrében, szerintem nagyon jól tenni, és még mindig lenne lehetősége arra, hogy hozzon egy olyan döntést, és változzon, ami akár számára is hasznos lenne. De visszatérvén erre a gondolatra, értse meg mindenki, hogy ez a jövő, ez mint egy gyors vonat úgy száguld minden nő felé. Ugyanis 25 évesen, ha még nincs partnere, akkor szép lassan kifut abból az időből, amikor még lehet családja. Értem, tisztában vagy bele, hogy még 35 évesen is szülnek emberek, tudom. Azt is tudom, hogy még csoda történik 38-39-40 éves korban is, de utána már nagyon ritkán.
És ha valaki arra számít, hogy vagy valami mesterséges módon képes lesz gyereket szülni, szerintem azt is elfelejtheti, mert annak van egy ára, amit meg kell tudni fizetni. Szóval, ha valaki családot szeretne, ne gondolja azt, hogy ülhet egyszerre két lovon, hogy sikeres lesz karrierjében, és majd meg még csinálja az őrületet a párválasztással, illetve a váltogatással különösképpen, és majd egyszer észbe kap 30 évesen, meg 35 évesen, azt majd talál magának valakit. Mert ez egyáltalán nem olyan egyszerű. 35 évesen egy férfi, akivel érdemes kezdeni, már rég talált magának egy párt, és családja van, a többi meg csak szórakozik. Vagy nem érdemes vele foglalkozni egyáltalán. És mikor már az ember eljut ide a nők esetében, onnantól kezdve már nincs visszaút. Ugyanis már azt el kell fogadni, hogy onnantól kezdve nem lesz gyereke soha. És akkor mit csinál egy nő 45 éves korától 75 éves koráig egyedül? Család, gyerek nélkül, partner nélkül mi dolgozni fog? Ez az az egész élete majd nekik, hogy majd dolgozok? Persze, 30 éves korban nyilván az ember élvez, mikor tele van energiával, mindenki őt nézi, ide megy, oda megy a barátnőjével utazgat. Ezt akarod csinálni majd 50 éves korában, meg 55, meg 60 éves korában egyedülálló nőként? Én kétlem, hogy úgy fog visszatekinteni az életére, hogy milyen nagyszerű döntést hoztam, hogy itt vagyok egyedül a két macskámmal, meg a kutyámmal, senki mellettem. De ezt is meg szerettem volna mutatni, csak arra nézve, hogy ez mennyire így van a valóságban is tudjuk ezt. Jason Statham és Rose Huntington Whitley, 19 év különbség van köztük. 19! Jason Statham nem találta azt nehéznek, hogy találjon magának egy 20 évvel fiatalabb nőt. El tudja képzelni ezt valaki fordítva? Látott már egyáltalán olyat, hogy egy 20 évvel idősebb nő, egy sikeres férfival volt, aki nála 20 évvel fiatalabb, mert én nem. Azt is tudom, hogy nem lehet, a férfi nem hasonlíthatja magát Jim Carreyhez, de a lényeg az pontosan, hogy valaki, aki olyan sikeres, mint amilyen Victoria az országban, egy olyan sikeres férfit képzeljünk el, egy olyan sikeres férfi, mint Jim Carrey, aki 56 éves volt ekkor, a 34 éves, 22 évvel fiatalabb nővel randizott. George Clooney felesége, ez a jogászhölgy, ez 17 évvel fiatalabb, mint ő maga. Eddie Murphy párja 18 évvel fiatalabb. Valószínűleg ez mindenki számára ismerős ez a dolog, Celine Dion, illetve a férje, de itt a különbség 26 év volt. Ezt lehetetlen megcsinálni fordítva. Egy 73 éves nő, meg egy 47 éves férfi, az csak egyszerűen hallatlan szerintem, az valamilyen probléma kell, hogy fennálljon. Fordítva teljesen természetes. Persze mindez sikeresnek kell lenni. Ezt csak arra mondom, hogy minél sikeresebb lesz egy nő, annál kevesebb az esélye arra, hogy egy hasonlóan sikeres férfi talál az ő korosztályába, mert az a férfi sokkal fiatalabb nőket fog vonzónak találni, és meg is tudja tenni, hogy azokkal legyen. Bízom abban, hogy ezt hasznosnak találtátok, ezt a videót. A célom nem az volt, hogy bárkit is megbántsak, megsértsek, vagy ítéletet mondjak, ostobának vagy tudatlannak tituláljak, egyáltalán nem. Én csak szerettem volna bemutatni egy alternatívát ahhoz a propagandához képest, amit mindenki ismer, hogy csak foglalkozz a karriereddel, tanulj, és a munkádra koncentrálj, utazgass, élvezd az életet, és majd, ha úgy gondolod, akkor egy ponton lenyugszol, és kiválasztod a megfelelő férfit, aztán éled az életedet. Ez nem így van. És sose volt így, de sose nem is lesz így. És ez csak egy nagyszerű példa volt rá, ez az interjú Miló Viktóriával. Én bízom abban, hogy neki, meg az összes hölgyeknek ez hasznos lesz, mert az volt a célom, hogy segítsek ezzel, de különösen azoknak, akik még ez előtt állnak, hogy ne kövessék el ezt a hibát, akinek gyereke van, világosítsa fel azokat a lányokat, akik még előtte vannak, hogy az élet egyáltalán nem olyan, ami ennek a világ mondja azt. Megvan mindennek az ideje, és hogyha az ember kifut abból, akkor utána súlyos következményekkel kell szembenézni, ami akár egy életen át tartó megbánáshoz is vezethet, és ez elkerülhető lenne, ha előre gondolkoznánk. Persze én azt is tudom, hogy kívánatos az, hogy csinálni az őrületet, mert az ember teste vágyik rá, de csak egy lovat lehet megülni egyszer, úgyhogy köszönöm a figyelmet mindenkinek, remélem hasznosnak találtátok a videót, hamarosan jelentkezem újra, mindenkinek a legjobbakat, addig is, és halleluja!